Minecraft egyedi TNT-kkel viszem ki a játékot. Ezen TNT-k új tárgyakat adhatnak, de képesek akár végezni is velem. Ahogy említettem, a célom az, hogy ezek segítségével vigyem ki a játékot, viszont ha meghalok, a videónak vége. Ami TNT-kkel való játszatozás során elég valószínű. De nézzük is meg, hogy milyen TNT-ket tudunk elkészíteni. Van is nálam 64 darab TNT, ehhez nem kell más, hogy egy crafting table, szóval ezt gyorsan meg is szerzem. Oké, készen is volnánk. És ha ide beírjuk, hogy TNT, akkor már itt is van az összes TNT, amit elkészítettünk. Hát ez a chest az eléggé könnyűnek tűnik, szóval szerintem kezdjük ezzel, de egyáltalán nem tudom, hogy ezek mekkorát robbanhatnak, szóval óvatosnak kell majd lennünk. Itt van egy hatalmas barlang, ami akár hasznos is lehet. Ha találnánk egy kis restont, akkor tudnánk távolról jelet adni a TNT-knek, szóval feltétlenül szereznünk kellene egy pár darabot. Jó, mondjuk mindenek előtt lehet, hogy szerzek egy kis kaját. Ó, bárányok a legjobb. Jó, hát 8 darab bárányhúsi remélhetőleg elég lesz addig, amíg szerzünk egy pár restont. Már is problémába ütköztünk, jó, hát ez csak nem fog minket felrobbantani. Easy. Ó, lapisz! Már is? Jó, akkor ezt meg kellene jegyezni, de amúgy ott is van egy kis lapisz, szóval lehet, hogy ez annyira nem lesz olyan nagy probléma, hogyha ezt itt hagyom. Aha. Skeletonok, ezeket megpróbálom kidodzsolni. Vagy hát ez az egyet, nincs sok. Na, te mit szerencsétlenkedsz? Wow, hogy ütött meg? Enderman? Enderman. Nem már elég korán kezdeni. Hát, de sajnos szemünk nem lett belőle. Aha. Hát, nem tudom. Szerzek egy pár vastusot inkább előtte. Jaj, de beszéltem, ennek miért nincs hangja? Legalábbis én nem hallottam. Szerencsére legalább itt rengeteg vas van. Még egy Enderman, még kettő. Jó, muszáj bejátszani. Na, ez a legszörnyűbb, amikor nem jön ide. Ja, itt van. Hello. Hát ezek mekkora b***ok? Tépézzetek már ide. Jaj. Ó, kőcsekennyel is ki tudom szedni a lapisz ezek közül, hogy mit csinálnak. Jó, hát ha utána nem jönnek, addig bemegyek ebbe a másik ligba. Itt megpróbálok elbújni. Hol volt? Ó, bejött a taktika. Oh. Lett egy szemünk, hát 4 Endermanből nem egy nagy loot, de hát örüljünk annak, ami van. Jó, hát akkor van lapiszunk. Jó, megvan a fullos vasvértünk. Kész a csákány. Egy vödör. Hát most nem tudom, beriszkizzük ezt a chest TNT-t. Jó, menjünk mélyebbre, szerzek egy kis restont, aztán utána kipróbáljuk ezt a chest TNT-t. Ó, emerald! És ott van restone is. Ajaj. Na, ezt hogy találtál? Na, mi van? Oké, itt van arany, már csak gyémánt fog kelleni. És szerintem föl is mehetünk. Na! Kis kerítések, meg ilyenek? Vizecskéből? Ó, és megvan a gyémánt is! Jó, hát remélem lesz 4 darab, azt hiszem, hogy annyi kell. Úgy néz ki, hogy az nem nyert sajnos. Ó, ott van még egy kicsi. Nagyon szuper helyen vagyunk. Jó, annyira mégsem. Ó, kettő, ez az. Kezdtem félni, hogy nem lesz itt se elég. Aha, hát veletek még csak elbírok. Vagy mégse. Viszont én gyorsan elkészítem az első TNT-nket, mivel most már rég itt van az ideje. Ami nem lesz más, mint ez a chest TNT. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon mit csinálhat. Oké, most már megvan hozzá mindenünk. Ide ledobom. Jöhet hozzá redstone, remélem ez így működni fog, és hát robbantsuk is be szerintem. Most ez működik, vagy mi van? Na mi a baj? Azt nem mondta, csak flint and steel-el működik. Nem tudom, hogy kell beindítani. Hát akkor ennyire nagy tervemről nem igazán tudom távolról beindítani ezeket a TNT-ket, szóval ez egy kicsit még veszélyesebb lesz, mint én azt hittem. Az ott shoulder. Hallod, tehát nem akarja megadni. Miért nem adja már meg? Mennyit szedjek még ki? Segíts már ezt felrobbantani. Köszönöm. Na jó, egy kicsit izgulok, de remélem nem lesz semmi bajunk. Jaj, működik! Azt a betyár! De miért körénk robbant, vagy azt a milyen cuccok vannak itt, nem már? Fölöslegesen gyűjtöttem a vasakat, még van gyémánt is! Aha, ahogy látom, ezek ilyen village lootok, hát ezeket mire végignézem, de itt lesz Enderson is, elméletileg. Hát amúgy nézzük már meg kívülről, hogy ez micsoda, ez amúgy tényleg egy házikó. Jó, még az aranyat meg a gyémántokat összeszedem, aztán szerintem el is köszönünk ettől a Vitillótól. Na ennyi obszidián egy chestbe? Hát ez hány darab? Itt a village chestek összes permutációja előfordul. Jó, hát biztosítottam egy csomó cuccot, de szerintem nekünk ennyi bőven elég lesz egyelőre. Na menjünk is ki, mivel innen a föld alól már más nem fog kelleni. Aztán robotgassunk még egy párat. Nos, én amondó vagyok, hogy próbáljuk ki ezt a szén TNT-t, mivel ez olyan kis gyengének tűnik, és majd haladunk sorba, attól függően, hogy melyik tűnik OP-nak. Amúgy ilyenkor tökre szégyellem, hogy ilyen beszari voltam, és nem robbantottam fel először azt a chest TNT-t. Mennyi időt megsporoltam volna? Oké, szén TNT. Na lássuk, hogy ez vajon mit csinál. Nem nézek oda? Aha, oh! Ez folytatódik? Vagy ez micsoda? Szén mindenhol? Ennyi? De miért kezdett el égni az összes? Na mindegy, hát ennek hasznát fogjuk venni. Amúgy a szén el tud égni? Vagy ez micsoda? Mondjuk amúgy logikus, de soha nem találkoztam még ezzel a mechanikával a játékban. Jó, egy 10 box szerintem bőven elég lesz. Hát amúgy jól tippeltem, ez tényleg nem egy hasznos TNT, de lépjünk is át a következőre. Ami van még, az hát a vas TNT, de gondolom ez rengeteg vasat fog adni, ami hát nekünk már annyira nem kell. Na mindegy, ettől függetlenül hozzuk létre és nézzük is
meg, hogy mennyi vasat ad valójában. Jó, jön is a robbantás, és félek, ide csak nem robban-e, wow. Vasgulemek, ugye ezek nem támadnak. Sziasztok, nincs baj, én csak ide elnézek, felszerem ezt a kis vasat. 32 stack vas, úgy gondolom, hogy erre már nem lesz szükségünk. Jó, hát szerencsére elég egyszerűek ezek a TNT-k, tehát annyira nincsen túl bonyolítva. Így viszonylag könnyen ugorhatunk is a következőre, ami szerintem legyen ez az arany TNT, csak hogyha már a vas volt az előző, akkor tényleg menjünk sorba. Így né? És hát az előzőből kiindulva, ez nem tűnik úgy, mintha olyan hatalmasat robbanna, szóval valószínűleg ezt én itt hagyom, aztán nem kell olyan messzire menni, ugye? Na jó, amúgy ez kivételesen nagyot robbant. Mondjuk nem sebzett legalább. És hát, ja, arany mindenhol. Hát nem tudom, elkezdjem farmolni. Vagy ennek értelme? Végül is hát gondolom, ez csak megvár itt engem. Hát itt szép lassan átfestjük ezt a biomot. Amúgy beindultunk, nem tudom, hogy észrevettétek-e. Redstone TNT mob farm egy csomagban. Na jó, hát ezt látni akarom, csak gondolom ennek kellene egy ilyen síki vidék, de hát amúgy ennél síkabbat nem igazán tudok itt találni szerintem, szóval ez arra termet, hogy egy mob farm legyen. Lássuk is, hogy milyen mob farm fog ide spónolni, remélem valami hasznos. Na ne! Ez így megépül magától? Na menj már! És ez itt fogja nekünk generálni az itemeket. Na beszarok! És amúgy elég hatékony. Mondjuk megépítették volna szimmetrikusra is. És dob Totem of Undyingot is. Vajon Ender szemeket fog-e dobni? Mert hogyha igen, akkor... Hát akkor is át kell mennünk a Netherbe a blazerodok miatt, de wow, ez nagyon effektív. Ja, hát amíg ez itt dolgozik, már nem marad sok TNT-nk, szóval lépjünk is át a következőre. Ami nem ez a Forest TNT lesz, mert ez azt írja, hogy kicsit túl sok robbanószer? Erre nem vagyok kíváncsi, inkább menjünk a lapis TNT-re, viszont előtte lehet, hogy érdemes lenne lecraftolni a gyémánt utcainkat, mivel azt írja, hogy ez enchantot tesz az összes itemünkre. Na, a szétizzadt, elhasznált vascuccoktól el is köszönünk, illetve ezek se fognak kelleni már. Kell egy kard, csákány és egy kapa. Na, próbáljuk is ki, és ha nagyon bedesz akarok lenni, akkor ennek a TNT-nek beleállok a képibe, mivel hát valószínűleg így fog működni, azért a pajzsomat fölveszem. Aha, működött, és na hagyjad! Hát én nem ilyen enchantokra számítottam. De mindenemet, én azt hittem, hogy csak a felszereléseimet enchantolja, nem mindent. Jó, hát akkor ez egy kicsit több lett annál, mint amire számítottam. És hogyha megeszek egy ilyen húsit, akkor... Hát ez nem ad semmit. Pedig ez egy elég jó pihusi volt. Na, egy kicsit zavarja a kilátás ez a sok enchant. Hát remélem ezekkel a TNT-kkel még lehet craftolni. Jó, hát tegyük is le a világ legópébb crafting tébüljét, és craftoljuk le a következő TNT-t, ami emerald a következő. Azt írja, hogy szeretnél gazdag lenni? Hát kíváncsi vagyok, hogy ez vajon mit ad nekünk. Ó, emerald eső! Ugye nem rontottam el a mob spawnert, nem, az még mindig működik, és mindenhol chillingelő hangokat hallok, de amúgy ezekkel nem lehet kereskedni. Miért? Miért lebegek? Mi történik? Szétbagolt a játékom? Szerették megmozdulni? Oké. Nem tudom, hogy mi történik itt, valami közepén lennék, ami nem spawnol fel rendesen? Lehet, hogy nem kellene itt bóklászni, nem tűnik egy olyan biztonságos vidéknek. És itt amúgy itt vannak ezekben az épületekben. Itt egy cica. Oké, hát ez az Emerald TNT. Hát ezt nem tudom hova tenni. Biztos jó volt valamire. De hogy mire? És ha jól látom, akkor már csak 3 TNT maradt hátra. Na lássuk, mit tud ez a Forest TNT. Nem kell hozzá már csak 4 darab ilyen lomb. És hát a TNT maga. Tök jó, mivel közben a gólemek védenek engem. És hát lássuk, azt írja, hogy ez valami robbanószereket fog nekünk leidézni. Hát remélem nem fog felrobbanni ez a map. Eléggé csúnya vége lenne a dolognak. Gyorsan rohanjunk is el, aztán várjuk is ki a végét. Aha, ugye ezek nem fognak felrobbanni? Ajaj, na ennek még akár rossz vége is lehet. Mit szólnátok hozzá, hogyha... Jaj, hát oké, csak felrobbantak. Hát erre nem számítottam, mivel nem volt semmi jele annak, hogy ez meg fog történni. Na mindegy, valamilyen úton, módon mi mégis túléltük. Hát szegény vidék eléggé brutálisan felrobbant, sőt az összes eddig leidézett építmény is az enyészeté lett. Hát lehet, hogy ezt nem játszom még egyszer, nem tudom, hogy ti mit szóltok hozzá. Inkább eszem a fullosan megencsántolt kenyerünket, aztán hát megpróbálok innen valahogy kijutni. Szerencsére jó sok aranyunk maradt még... Aj, ne, azt nem mondta, hogy a spawner meg ugyanúgy működik. Oké, tudjátok mit? Inkább elmegyek erre. Aztán menjünk át a Netherbe, szerintem. Azzal járunk a legjobban. Itt látható a pusztítás, ott pedig... Hát nem akarok oda menni. Jó, hát még itt lesz egy TNT-nk, amit Nether Starból tudunk lecraftolni, de ezt a videó végén majd bemutatom. Jó, gyorsan készítsük is el a Nether portálunkat. Így né? Megégek vajon? Ki kellene próbálni gyorsan? Nem igazán. Jaj, de égek, égek, ajaj, hú! Oké, óvatosabban, inkább elmegyek itt szélen. Azt mondja, hogy gyorsan lehet haladni ezzel a gyorsulással. Ó, itt van egy fortress, nem is tart olyan sokáig. Wow, mit vannak itt? Jó, úgy néz ki, megtaláltam az egyetlen létező blaze spawnert ebben a fortressben. Hol vagytok? Aha, nem már csak egyet ad. Tényleg van egy íjunk is most már, nem? Ez is működik? Azta, so speed-es íj.
meg igazából minden van rajta. Micsoda? Ezt hogy csináltam? Bassza, ilyen létezik. Na, meg is van, hogy hozzá a Blaze Rodunkat, ez nem tartott sokáig. Na most már csak egy olyan erdőt kellene keresni. Jó, ezt kidodzsoltuk, csodálatos. Ti meg... Wow! Ott egy Enderman, az vajon ad nekünk Ender szemet? Vagyis hát biztosan ad, csak mennyit? Hely meg! Miért vagy még mindig ilyen tankos? Egy darabot? Hát akkor maradunk a jobb bevált módszernél, csak ne öljétek már meg egymást. Jaj, nem tudom levenni. Hát akkor így remélem nem fogjátok megölni egymást, mivel aranytudót nem tudok fölvenni. 5 darab Ender szem idáig. Van még. Ne csináld már! Jaj, ne öld már meg magad, ott az arany. Fenomenális. Itt van még 2. Oda ment a pici is. Azt hiszem, hogy az nem is tud adni itemeket. Jó, de legalább már van 12 Ender szemünk. 14 darab összesen, nem tudom azt a picit kiszedni onnan valahogy. Hát, nem úgy néz ki, de itt még van egy kis aranyhelyló. Na, valaki 6 darab aranyért, egy kis Ender szem. Olcsón adom. Hajrá, csemegézetek. Elviszik. Hát mit csinálnak ezek? De irigyek vagytok. Tessék. Na jó, azt az utolsó 2-t megszerzem én. De gyorsak vagyunk. Így ha googolunk, akkor még gyorsabb. Ide is spawnolhatnak endermenek, nem? Van full damage? Nem olyan durva. Gyönyörű volt. Jó, hát nem számítottam arra, hogy találunk egy ilyen erdőt, de igazából ezzel jártuk volna legjobban. Oké, még egy darab kell. És meg is volnánk. Dobáljuk is le a széjjelencsentolt obszidiánunkat. Aztán már csak meg kellene keresni a strongholdot. Miért vagyunk a levegőben? Ó, tudunk menni a jegen is. Ez talán egy pöppet hatékonyabb. Talán itt? Ah, megvan. Amúgy tök hálás vagyok, hogy ezen a kardon minden mond, csak fire respect, nem. Azt az enchantot annyira nem szeretem kardon. Na jó, hát de a lapátom megvan. Nem is rossz az a lapát. Na, robbanjunk is le gyorsan. Megvan, ez nem kell ide. Persze, hogy nincsen egy szem sem úgy a portában, és meg is volnánk. Jó, hát küzdjünk meg a sárkánnyal, viszont ne feledjétek, a videó végén bemutatom a Beacon TNT-t is. Gyorsan átépítünk. Ezzel a googolós enchanttal ez nem is olyan nehéz. És most már csak le kellene lőni ezeket az oszlopokat. Jó, hát szerintetek egyszerre el tudok találni 2-t? Jó, hát igazából egyet se egyszerű. Most már csak a sárkány marad. Szuper. Viszont én készültem, és mielőtt idejöttünk volna, lecraftoltam az összes TNT-t, ami benne van ebben a datapackben, szóval hát egy kicsit itt megágyazok. De már jön is, és hát nagyon remélem, hogy nem fogja ezeket elpusztítani. Gyorsan, durrancsuk is be az összeset. Aha, na ennek mi lesz a vége? 60 másodperc? Ezt eddig nem is hírta. Jézus. Oké, spawnolnak a TNT-k is. Ajaj, hát ennek rossz vége lesz. Igen, és szerintem meghalt, ugye? Aha, itt füstöl a csávó, csak még elég izgágának tűnik. Itt van, ez az, megöltük. Szuper, most már csak fel kell jutni valahogy. Wow, itt mennyi mob van, nem már. Mi történt? Hát jól van, nem mentem be a portálba, de úgy néz ki, hogy kidobott magából. Oké, és most jön az utolsó TNT. Ez nem kell más, csak egy Nether Star és 4 további TNT, amelyet megszokhattunk. Na ez vajon mit csinál? Kíváncsi vagyok. Lássuk. Aha, ez egy TNT beacon. És úgy néz ki, hogy be lehet rajta kapcsolni az effekteket is, és hát akkor darálunk, mint az állat. És ezt vajon fel lehet robbantani? Ajaj. Hát az lehet, hogy nem kellett volna.